Az első uralkodónő. Folytatódik a sorozat a történelmi tükörcserepek Szalóczi Pál szerkesztésében. Az első uralkodónő, Mária királynő. Lajos kétségtelenül nagy király volt, hanem a legnagyobb, de fiú utód hiány komoly fejtörést okozott neki az életmű biztos kezekbe adása. Hatalmas nemzetközi tekintélyét felhasználva elérte, hogy Mária lányát fiúsítsák. Természetesen nem biológiai, hanem jogi értelemben. Így nő létére király, azaz Rex lehetett. Arra persze Lajos nem számíthatott, hogy lánya fejére mindössze 11 évesen helyezik a koronát első nőként a magyar történelemben. A gyermek királynő erősen megosztotta a pártütésben magasan képzett magyar főurakat. Az anya királyné Erzsébet kezébe vette ugyan az irányítást, de ez sem aratott osztatlan sikert. Ráadásul Lajos király alig 2 évesen elígérte lányát 4. Károly német-római császár fiának Zsigmondnak. Ez meg nemzetközi bonyodalmat is okozott, mivel sokaknak nem tetszett a német befolyás erősödése. Amikor pedig Erzsébet a főúri ellenállás lecsillapítására Zsigmond helyett a francia király öccsének, Lajosnak ígérte Máriát, nyílt polgárháború tört ki, ami az európai hatalmakat is aktivizálta. A német-római császárság és a pápa szembenállása a franciákkal és az ellenpápájukkal eddig is kisebb-nagyobb háborúkhoz vezetett, de most már magyar földön is dúlt a viszálykodás. A hoppa maradt Zsigmond nem óhajtott lemondani jogairól, cseh és német rokonai támogatásával komoly fegyveres erő gyűjtve tért vissza leánykérőbe. 1385. november 1-én kikényszerítette a házasságkötést Máriával. Lajos jobbnak látta távozni az országból. A helyzet konszolidálódni látszott, a fiatal királynő mellett egy erős kezű férfi állt. Az Anjou-ház azonban nem akarta elveszíteni befolyását. A fiúsított királynő nem volt kellő garancia számukra, különösen Zsigmond mellett. Jól jött nekik, hogy a délvidéki urak, a horvátiak és társaik a Nagy Lajos udvarában nevelkedett Turadzói Károlyt kívánták a magyar trónra segíteni. Sokan gondolták úgy, hogy ő vehetné át méltóképpen a nagy király örökségét. Így aztán a feltűnően alacsony termetű kis Károly a köznemesség nagy részének támogatásával lemondatta Máriát, a fehérvári püspökkel megkoronáztatta magát, Zsigmondnak pedig újra mennie kellett. A még mindig ereje teljében lévő özvegy királynénak azonban nagyon nem illett az elképzeléseibe Károly, olyannyira, hogy azonnal merényletet szervezett ellene. Hű emberei Garai Miklós Nádor és Forgács Balázs támogatásával törbecsalta és nemes egyszerűséggel lekaszaboltatta az alig pár hete koronázott királyt. A vágt fiam, vágt forgács, tied leszen gímes és gács, azóta szállóigévé vált mondást Erzsébetnek tulajdonítják, így bíztatta állítólag a nagy erejű forgácsot a merénylet pillanatában. Persze a bosszú nem maradt el. A délvidéki urak csak az alkalomra vártak, ami rövidesen el is jött. Erzsébet és lánya gyenge kísérettel éppen Gara várába tartott, amikor a horvátiak nagy erővel meglepték őket. Az úrnőjüket védő Forgács és Garai vitézül küzdött, de Forgácsot végül lenyakaszták. Garainak sikerült elmenekülnie. A királynékat, a lázadók a tengerparti Novigrád várába zárták. Komoly egyezkedés kezdődött, hiába. Végül Zsigmond erős hadat gyűjtve indult kiszabadításukra, mire a lázadók az özvegy királynét lánya szeme láttára megölték.
Erre Zsigmond kénytelen volt Mária védelmében lemondani a támadásról. Inkább Verenciét kérte közvetítésre. Az áldatlan állapotok láttán a magyar urak nagy többséggel Zsigmondot koronázták királlyá, aki most már királyi tekintélyét is latba vetve kiszabadította Máriát, és Budára vitte társ uralkodónak. Ilyen formáció eddig nem működött a magyar királyságban. Valójában persze Zsigmond kezében volt a hatalom, bár adományleveleket például mindketten oszthattak. Aztán néhány év után, pontosan 1395. május 17-én a gyermekét váró királynő lovas balesete véget vetett hányatott életének, fájdalom születőben lévő gyermekével együtt.